bánatot kifejező lila. Az adventi koszorú mind a négy gyertya egyszerre ég ezen a napon. Karácsony eredete. Az ünnep 325 és 336 között jelentkezett Rómában. A nagy jelentőséggel bíró téli ünnep minden nyelven más és más nevet kapott. A magyar karácsony szó jelentése szláv eredetű, a szláv korcsony szóból ered, amely lépőt, átlépőt jelent. A szó jelentése utal az új esztendőbe való átlépésre. Ugyanígy az angol Christmas Jézus Krisztus nevére utal. Ezzel szemben a német Weihnacht szent ét jelent, tehát a szavak jelentése egyházi eredetű. Általában mindenhol december 25-én kezdődik a karácsony ünnepe, bár vannak olyan keresztény vallások is, ahol január 6-án ünneplik a karácsony. Angliában a gyerekek még időben levelet írnak a Mikulásnak, amit bedobnak a kandallóba, hogy ez a kéményen át az északi sarkvidékre repüljön. Ha először az ajándékot kap lángra, újra kell írni. Karácsonyi különlegesség a mazsolás puding, amelybe kis ajándékot is szoktak rejteni. Megtalálójának állítólag szerencséje lesz. Angliában kezdtek karácsonykor a gyöngyöt függeszteni az ajtó felé. Németországban karácsonykor nagyon feldíszítik a házat. Az ablakokban fakeretre erősített színes gyertyaégőket vagy színes képeket szerelnek, amelyek nagyon szépen mutatnak a téli éjszakában. A lakások többségében megtalálható a Betlehem is. A gyerekek a karácsonyi ajándéklistát rajzokkal díszítik, és éjszakára az ablakpárkányra helyezik. Tetejére cukornehezéket tesznek, hogy a Mikulás biztosan megtalálja. A karácsonynak számos ünnephez hasonlóan vannak jelképei. E jelképek egyike az angyal. Az angyalok a Bibliában az Úr küldötteként keresik fel az embereket. A karácsony vallási eredete a legelterjedtebb magyarázata az ünnepnek. Körülbelül 2000 évvel ezelőtt élt Izrael egyik városában, Názáretben, egy Mária nevezetű nő. Egyik éjjel megjelent előtte Gábriel arkangyal, és tudtára adta, hogy hamarosan gyermeke fog születni, aki Istennek fia lesz. Mária megijedt, hiszen nem értette, milyen tervei vannak Istennek vele, de az angyal megnyugtatta mondván, hogy ez így helyes, ennek így kell lennie. Máriát nem sokára feleségül vette József. Népszámlálás céljából a családnak el kellett hagynia Názáretet, és a Jeruzsálemhez közeli Betlehembe mentek. Amikor megérkeztek Betlehembe, sehol sem találtak helyet, és mivel Mária érezte, hogy közeleg a szülés ideje, egy istállóba húzottak be. Így született meg a kis Jézus, akit a jászolba fektettek. A közeli mezőn lévő pásztorokat egy angyal értesítette Isten fiának születéséről. A pásztorok elindultak, hogy megcsodálják a kisfiút. Eközben három bölcs is útnak indult. Számukra a betlehemi csillag jelezte az Úr Jézus születését, és azt a helyet, ahol megtalálhatják az Úrszülöttet. A pásztorok a bölcsökkel együtt rátaláltak a Szent Családra, térdre borultak előttük, és ajándékkal halmozták őket. Advent első vasárnapja. Adventet ünneplünk, és valakit várunk, hogy szent kegyelmével a bűntől szabaduljunk. Bánata, de hittel várjuk segítséget, hogy tiszta lélekkel köszönhessük téged. Az Úristen megígérte, hogy megváltott kül majd a földre, erre várunk az adventben zsidó népre emlékezve. Mi, ma élő keresztények néha elcsodálkozunk, hogy mennyire várt az Ószövetség nép a megváltott. De ha életünket is nézzük, megértjük ezt a nagy várakozást. Életük tele volt bajjal, szenvedéssel, megpróbáltatással. Tudták, hogy ez csak az Isten nélküli élet következménye. Tudták, rajtuk csak az Isten segíthet. A mi életünkben is van nagyon sok szenvedés, baj, megpróbáltatás. Amikor az adventi koszorú gyertyáival reménykedve világítunk mindennapjunk nehézségeivel, tárjuk Isten elé erőtlenségeinket, megoldhatatlannak tűnő ügyeinket, nyissuk meg előtt a szívünket. Teremtesz belénk reményt, megbántott jó atyám, nehogy a pusztulás réme várjon mi ránk. Élő reményünket hirdeti a gyertya, várva várunk téged, világ megváltója. Ég a gyertya ég, el ne aludjék, szíveinkből a szeretet ki ne aludjék. Advent ünneplünk, és valakit várunk, hogy szent kegyelmével bűntől szabaduljunk. Bánattal, de hittel várjuk segítséged, hogy tiszta lélekkel köszönhessünk téged. Az Úristen megkérte, megváltott küld a földre.
Erre várunk az adventben zsidó népre emlékezve. Advent második vasárnapjának üzenete így hangzik. Jön az Isten országa megérkezett, amikor közöttünk járt az ember élet fiú Isten. Megvalósul Isten országa az egyházban, ahol Isten szavát hirdetik és kiszolgáltatják szentségeit. Minden napjainkban pedig a szeretet törvénye szerint igyekeznek élni. Isten országát készítjük elő. Amikor bűnbánatunk által felszabadulunk a jóra, bűneink elhagyásával Jézus irányításának engedünk. Szent áldozáskor az égi király vonul a szívünkbe, hogy jelenlétével enyhítse, gyógyítsa sebeinket, és az Istennel való találkozás örömében részesítse minket. Megnyílt az ég harmadozva, megváltókat, hogy léhozza. Égfelhői nyíjatok, széthozva Jákob fejedelmét. Ébred ez a élmény és szívünk átjára, mert már közelebb van váltságunk nagy napja. Növekvő reményünk két gyertya hirdeti, szemünkön át szívünk megértésére inti. Iga gyertya ég, puszon a sötét, szíveinkből a rosszaság kitakarod jég. Advent harmadik vasárnapja. Adventet ünneplünk és valakit várunk, hogy szent kegyelmével bűntől szabaduljunk. Bánattal, de hittel várjuk segítséget, hogy tiszta lélekkel köszönhessünk téged. Az Úristen megígérte, megváltott küld majd a földre. Erre várunk az adventben zsidó népre emlékezve. Advent harmadik vasárnapjának az alaphangulata az örömre és a türelemre való felszólítás. Az örömre, hisz az Úr közel van, és nincs messze az az idő, amikor szemtől szembe találkozunk vele. De ugyanakkor szükségünk van a türelemre is, mivel Isten is türelmes velünk. Türelmesen várjuk az örömhírt, ezért az alapállásunk. Föld virul ki völgyön halmon, viruló zöld hat fakadjon. Épp felhői nyíjatok széthozva Jákob fejedelmét. Új világot gyújt azt, hogy helyesen lássunk, hogy hogyan keressük igaz boldogságnak. A harmadik gyertya sárkány mozdít minket, hogy felét fordítjuk szívünket, lelkünket. Iga gyertya ég, nő a fényesség, sötét földhöz a fényesség egyre közelébb. Advent negyedik vasárnapja. Adventet ünneplünk és valakit várunk, hogy szent kegyelmével bűntől szabaduljunk. Bánattal, de hittel várjuk segítséget, hogy tiszta lélekkel köszönhessünk téged. Úristen megígérte, megváltott, küld majd a földre. Erre várunk az adventben, zsidó népre emlékezve. Amint a kiszáradt föld vágyódik az eső után, úgy szemjezze a lelkünk és az Istennel való találkozást. Adventben ennek találkozásnak a vágyát ébresztettük. Lelkünkben bűnbánattal készítgettük az Úr útját, edöngettük ösvényeit. Ezen az úton megyünk az Úr elébe, és ezen az úton közeleg az Isten és az ember szívébe. A karácsonyi öröm az a karácsonyi Szent Jónás és Szent Áldozás kegyelme. Csak előzze íze annak az igazinak, amely életünk végén jár. Vár ránk, amikor úgy fogunk találkozni az Úr Jézussal, hogy őt soha többé nem veszíthetjük. Ó, fényes napó szép csillag, téged vágyunk mi látni csak. Kelj fel napunk fényességet, üzd el a sötétséget. Készületre biztat a negyedik gyertya, gyújjon fel lelkünkben a kegyelem lángja. Lelkünk legyen kis Jézus kis Betlehem néked, hogy igazi karácsonyt ünnepeljünk véled. Iga gyertya ég, az adventi ég, az fogják a szívedik Jézus üdvözlét. Thank you.
csendül, énekzendül, messze zsong a hála ének. Az én kedves kis falunkban karácsonykor magába száll minden lélek. Minden ember szeretettel borul földre imádkozni. Az én kedves kis falunkban a messiás boldogságot szokott hozni. A templomban hosszú sorba indulnak el ifjak, vének. Az én kedves kis falunkban hálát adnak a magasság istenének. Mint ha itt lenne a nagyisten szent kegyelme sógna, szállna. Az én kedves kis falunkban minden szívben csak szeretett lakik már. Bántja lelkem a nagyváros durva zaja. De jó volna ünnepelni odahaza. De jó volna tiszta szívből, úgy mint régen, fohászkodni. De jó volna megnyugodni. De jó volna mindent, mindent elfeledni. De jó volna játszadozva gyermek lenni, igaz hittel, gyermek szívvel, a világgal kibékülni. Szeretetben üdvözülni. Ha ez a szép rege igaz hitté válna, ó, de nagy boldogság szállna a világra. Ez a gyarló ember, ember lenne újra. Talizmánja lenne a szomorú útra. Golgota nem volna ez a földi élet. Egy erő hatná át a nagy mindenséget. Nem volna más vallás, nem volna csak ennyi, imádni az Istent és egymást szeretni. Karácsonyi reggel.